Hello Gábor, nagyon örülök, hogy találkozunk, hiszen a nyakunkon van a fesztivál szezon, és így egy szakembertől tudom megkérdezni, hogy hogyan bulizzunk biztonságosan. Hello, hát örülök, hogy el tudom ezt mondani, bár az elmúlt években elég sok tapasztalatot szereztem magam is, akár orvosként, akár fesztiválozóként láttam ezt a világot. Egy, az alkohol. Állandó visszatérő történet, keretrendszer betartása. Töményet felejtsük el egyszer és mindenkorra, nagyon veszélyes történet, és egy másik mágikus mondat, ne legyen harmadik. Két sör, két fröccs, mondjuk 4-5 óránként ismételve, nem lesz belőle baj, viszont mellette fogyasszunk folyadékot. Egy kétórás bulit végugrálni a tömeg közepén legalább 2-3 liter folyadékvesztést jelent, és ez bizony még egy tök jól felkészült szervezet sem fogja tudni tartósan bírni. Egy ilyen fesztivál eltarthat 4-5 napig is, hogy kerüljük el a fesztivál betegségeket? Iktassunk be pihenő napot, ami persze nem egy teljes 24 órát jelent, amikor rendesen eszünk, rendesen fürdünk, kialusszuk magunkat, hiszen az energetikai tartalékaink nem végtelenek, föl kell tudnunk töltődni. És mi a helyzet a kábítószerekkel? Nagyon veszélyes történet napjainkban, hiszen ez már nem a boldog békeidőkről szól. Gyakorlatilag egy cigiről, egy tablettáról, egy porról nem tudjuk megmondani, hogy mi van benne, és bizony-bizony ez nem más, mint egy orosz rulett, úgyhogy én mindenkit óvaintek attól, hogy valakitől vegyen vagy elfogadjon bármit is, mert nem tudja, hogy ez hogyan fog lecsapódni. És a buli ne arról szóljon, hogy egy furcsa világból és egy furcsa szemvegen keresztül nézed ezt a dolgot, hanem úgy, ahogy ez a valójában is megtörtént. Gábor, köszönöm a jó tanácsokat, ezek szerint én eddig rosszul hidratáltam a vodka szódával, hiszen a vodkát kell elhagyni belőle, fogadjátok meg ti is ezeket a tanácsokat.